végre sikerült találni egy közlekedési megoldást. Sziasztok! Én Fóger Frigyes vagyok, független filmes, és ismét innen jelentkezek Erdélyországból, innen fentről a hegyekből. Miután az autóm már hónapok óta egy szakadély mélyén pihen, ezért sikerült végre találnom egy megfelelő közlekedési megoldást. Nos, miután itt a hegyekben egyre több a turista, ugyanis úgy látszik, hogy az ismert világhelyzet miatt elég sokan próbálnak, illetve egyre többen a városokból kimenekülni így hétvégén, és feljönnek ide a hegyekbe gyerekekkel. Teljesen véletlenül tegnap így vasárnap reggel egy közelembe lévő falunak a főutcáján találkoztam két nagyon érdekes emberrel, és felajánlották, miután megtudták, hogy filmes vagyok, hogy elvisznek egy körre ingyen és bérmentve. Úgyhogy gondoltam, ezeket a gyönyörű képeket megosztom veletek is, és hát, ha inspirálnak titeket. Ezen a héten sikerült végre a drónomat is egy kicsit megreptetnem, nehogy berortásodjanak a rotorjaik, úgyhogy ezeket a képeket is most nagy szeretettel küldöm nektek innen fentről. Nagyon remélem, drága nézőim, hogy jól vagytok, bírjátok még lelkileg ezeket a embert próbáló időket, de ne felejtsétek el, mint minden rossznak, és minden jónak is, egyszer ennek is vége lesz. I'll go chasing rainbows near or far. I'll color your world. Someday I will find you, shooting star. You belong in my hand, in my hand. Would I be the same? Biztos vagyok benne, hogy nem sokára ismét fogunk találkozni személyesen is Magyarországon, vagy itt kint Erdélybe veletek. Ezután is szívből köszönöm, hogy támogatjátok a csatornámat. Van egy restanciám, ugyanis tavaly meghívást kaptam egy Waldorf suliba, ahol egy nagyon különleges órán sikerült pár snittet, pár felvételt készítsek a gyerekekről, a tanárokról és egy különleges hölgyről, aki Magyarországon lírákat épít, lírákat tervez és játszik is rajtuk. Hűséges nézőim már tudják, hogy néhány évvel ezelőtt éppen Németországot állt szerve egy projekt kapcsán, egy filmezés kapcsán, teljesen véletlenül megálltam egy helyen, ahol meghívtak egy kávéra, és az ottani hölgy elvitt engem egy barátjához, Markushoz, ha jól emlékszem a nevére, ahol kiderült, hogy a srác lírákat, illetve tau lírákat, taulájákat tervez, hoz létre, és hát azóta is agyba főbe haknizik Japánba például, ahol tart kurzusokat is, ugyanis a japánok nagyon szeretik ezeket a gyógyító tau lírákat, de miért is gyógyítóak? Jó pár évvel ezelőtt Svájcban az Ita Wegmann klinikán forgattam, és ott találkoztam egy nagyon érdekes sztorival, ami egyébként ehhez a gyógyító líra hangszerhez kapcsolódik. Volt ott egy elég híres német újságíró, netto ateista, igencsak kibírhatatlan természete volt a hapsinak, de a lényeg az, hogy hát elment ebbe a kórházba, és kérdezgette a doktorokat, a nővéreket, hogy mifán terem ez az antropozófus gyógyászat, és bizony érdekes módon az egyik éjszaka, amikor egy nagyon súlyos állapotban lévő pacienst vittek oda, az intenzív osztályokra, még ott volt ez az újságíró úriember, és elképedve látta, hogy egy nővér, éjfél körül, ül az intenzív osztálynak az egyik szobájában, és a beteg mellett egy hangszeren játszik, egy lírán. Egy különleges hangolású lírán, ez nagyon fontos, hogy hogyan hangolva. És ezen a kis líra hangszeren játszik a betegnek, az öntudatlanul fekvő betegnek, akire rá volt kötve mindenféle EKG, meg egyéb gépek, és hát lehetett hallani, hogy nincsen túl jó állapotban. Az újságíró már nem bírta tovább, és kajánul megkérdezte a nővért, hogy mit érez? Érez egyáltalán valamit, hogy itt penget egy hangszer? És erre a nővér
felemelte a tekintetét, ránézett az újságíróra, nem szólt egy szót se, felállt, abbahagyta a játékot, kiment, és az újságíró ott maradt, egyedül a beteggel egy korteremben. Egyszer csak azt vette észre az újságíró, hogy a maga tehetetlen betegnek az EKG gépe, amire rá volt kötve, egyre szaporábban sípol, megy fel a pulzusszáma, stb. És hát egy kicsit összerezzent, hogy akkor most mi lesz, úgyhogy elkezdte hívni a nővért. A nővér ismét szótlanul, szelíden, lassan besétált a korterembe, leült a beteg mellé, fogta a líráját, és miközben az EKG már igencsak gyorsan sípolt, nagyon rossz ritmusban, ekkor lassan, csöndesen elkezdte pengetni a húrokat. És láss csodát, az újságíró legnagyobb elképedésére az EKG gépnek a ritmikus sípolás egyszer csak lassult és visszaállt normálisra. Úgyhogy igen, vannak még csodák, és vannak olyan terápiás eszközök, melyekről még nagyon kevesen hallottak ebben a kis rövid videoblogomban innen a erdélyi hegyek csúcsairól. Próbálom átadni nektek az eszenciáját ennek a tavalyi Waldorf-sulis látogatásomnak. Jó lenne, hogyha az emberek ráébrednének arra, hogy nem csak a fizikai világ létezik körülöttünk, hanem valami más is, a szellemi világ is. Amit persze már a régiektől is igencsak jól megtudhattunk, Platontól, Arisztotelésztől, Goethétől, Jungtól, Steinertől. Ha tetszik ez a kis rövid adás, osszátok, hadd terjedjen az ige. És a lényeg, hogy ne féljetek, bízzatok önmagatokban, bízzatok a szellemi világokban, és hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok! A hangok világa az nagyon közel van a szellemi világhoz. Én azt gondolom, ez az első érintése a szellemi világnak. Nem véletlenül mondják azt, hogy ha az ember énekel, akkor az angyalok örülnek. Én ezt hozzáteszem, hogy amikor ez a líra megszólal, akkor is örülnek az angyalok, ebben biztos vagyok. A líra egy gyógyító, segítő hangszer. Ebben a csendben, amit a líra hangjai ölelnek körül, és a gyerekeknek ebben a fókuszált figyelmében annyi segítség rejlik, ami a gyerekeknek a fejlődéséhez, növekedéséhez erőt ad, és tápanyagot ad, amit... Tehát, hogy én szeretném, hogyha ezt a gyerekek megtapasztalhatnak egyre több helyen. Olyan beteg ez a mi világunk, és mi magunk is szerintem nagyon sok görcstől szenvedünk. A líra abban segít, hogy ezeket kioldja, elsimítsa. Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon nagy segítség. Mint ahogy nagyon nagy segítség az, hogy ez egy egyszerű hangszer, nem kell tőle félni senkinek, aki soha hangszert nem fogott a kezébe, az is biztos, hogy szépen fog tudni játszani rajta. Én egyszer véletlenül a tanárképzésen közelébe kerültem Gajdos Andrásnak, aki faragó tábort szervezett Erdélyben, és én oda elmentem, és faragtam egy gyönyörű hangszert, egy pszaltériumot, egy vonós hangszert, és azt gondoltam, hogy ha én egy pszaltériumot meg tudok faragni, akkor egy lírát, ami akkor egyszerűbbnek tűnt ennél, bárki meg tud faragni a gyerekének. És én megszerveztem akkor a mi osztálytanítónkkal, az én kislányomnak az osztálytanítójával, Kovács Tamással, mit szólna hozzá, hogyha az osztálynak szerveznénk egy ilyen dolgot. És ő borzasztó nagy örömmel kapott rajta, megszerveztük, az volt az első líra az életemben, amit a kislányomnak faragtam. Az még egy nagyon bonyolult, korai hangszer mintájára készült líra volt, és utána jöttek sorban a felkérések, és én nagyon boldogan mentem ennek utána a párommal együtt, aki aztán megkereste a magyarországi lehetőségeket, hol lehet magyarországi húrokat legyártatni a korai húrok mintájára, hogy jóval olcsóbbak legyenek, és aztán így minden évben újra meg újra egyre több helyen kérdezték és kérték ezt. Mi végre vagyunk a világon. Hogy valamit alakítsunk rajta sok-sok szeretettel.